Nidavellir egy 2-től 5 főig játszható társasjáték, amelyben a rettenetes Fafnir felébred 1000 éves álmából, és rémes bosszúra szomjazik. Látszólag semmi sem állhatja útját, hogy porig égesse az egész királyságot. A játékosok nemes törpökként, úgynevezett elvalandokként, saját sereget toboroznak, hogy legyőzhessék Fafnirt. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, pontozó tömböt, 4 darab kártyaállványt, egy összerakható királyi kincstárat, alapérméket, királyi érméket, különleges érmét, cserejelölőket, 5 darab alap drágakövet, különleges drágakövet, 3 kocsmacégért, 5 darab térképtáblát, első és második korhoz tartozó kártyákat, hőskártyákat és kasztkártyákat. Minden játékos vegye magához egy saját játékostáblát, 5 darab különböző alapérmét, minden játékos egy 0, 2, 3, 4, illetve 5 értékű érmés készlettel kezd. Készítsük el a drágaköveket, 5 fős játék esetén mind az 5-re szükség van, 4 fős játék esetén az 1-est, 3 fős játék esetén az 1-est és a 2-est, 2 fős játék esetén pedig az 1-est, 2-est, illetve a 3-ast tegyük vissza a játék dobozába, ezekre nem lesz szükség, és a játékban maradt drágaköveket osszuk szét a játékosok között véletlenszerűen, a kapott drágakövet pedig minden játékos helyezze a saját játékos táblája fölé, ebbe az üregbe itt. Helyezzük a 3 kocsmacégért a játéktér közepére, egymás alá vagy egymás mellé, és biztosítsunk elegendő helyet a kocsmacégérek mellett vagy alatt a játék során ide kerülő kártyáknak. Készítsük elő a drágakő cserejelölőket, készítsük elő a hőskártyákat, és rendezzük el őket ezen a 3 kártyatartón, és helyezzük ezeket az állványokat mindenki számára könnyen látható és elérhető helyre. A negyedik kártyatartóra pedig helyezzük a kasztkártyákat. Ezek is kerüljenek mindenki számára könnyen elérhető helyre. Készítsük elő a királyi kincstárat, és abba helyezzük be a királyi érméket. Minden érme a számára meghatározott helyre kell, hogy kerüljön. Tehát például ide kerülnek az 5-ös érmék, ide a 6-os érmék, és így tovább. Kincstárban számos értékből több is van, 2, akár 3 példány is van bizonyos értékekből. Az értékek többségéből azonban csupán 1 példány van, és 4 illetve 5 fős játék esetén minden érmére szükség lesz. 2 illetve 3 fős játék esetén azonban a 7-es, a 9-es és a 11-es értékű érmékből 2-2-t el kell távolítani ebből a királyi kincstárból, és vissza kell helyezni ezeket az érméket a játék dobozában. Tehát 2 illetve 3 fős játék esetén ebből a 3 említett értékből csupán 1-1 darab lesz a királyi kincstárban. A királyi kincstárat is helyezzük mindenki számára könnyen elérhető helyre. Az első, illetve második kor kártyái közül 5-nél kevesebb játékos esetén ki kell válogatni a jobb alsó sarokban 5 jelölésű kártyákat. Ezek kizárólag 5 fős játék esetén kerülnek játékba. Majd a 2 kor kártyáit keverik meg külön-külön, és alkossunk egy-egy képen lefelé fordított paklit, a játék pedig az első korral kezdődik, így a második kor kártyáit egy kicsit félre lehet tenni. A különleges érme és drága kő kerüljön mindenki számára könnyen elérhető helyre, és kezdődhet is a játék. A játék 2 koron át tart, és minden korban több fordulóra kerül sor. 2 illetve 3 fős játék esetén egy kor 4 fordulóból áll, 4 illetve 5 fős játék esetén pedig egy kor 3 fordulóból áll. Minden forduló azzal kezdődik, hogy az aktuális kor pakliából minden kocsmához kártyákat kell felfordítani, mégpedig alapvetően annyit, amennyi játékos részt vesz a játékban. Tehát 3 fős játék esetén minden kocsma mellé 3 kártya kerül, 4 fős játék esetén 4, 5 fős játék esetén pedig 5. Egyetlen egy kivétel van, az a 2 fős játék, ugyanis a 3 fős játékhoz hasonlóan ilyenkor is 3 kártya kerül a kocsma cégérek mellé. Ebben a videóban úgy veszem, hogy 2 fős játékról van szó, így minden kocsma cégér mellé 3 kártyát kell megfordítani képpel felfelé, majd ezután következik a licitálás. A licitáláshoz a nálunk lévő érményeket használjuk. A játék folyamán mindig 5 érme lesz nálunk, és mind az 5 érmét valahova le kell helyeznünk a játékos táblánkra, vagy a játékos táblánkhoz. Amikor a licitálás során megtervezzük, hogy melyik érménket hova rakjuk, akkor az érmék mindig képpel lefelé kerülnek kijátszásra. A saját játékos táblánkon is megtalálható a 3 kocsma cégér, tehát erre a 3 mezőre egy-egy általunk választott érmény kerül képpel lefelé, mondjuk így, így és így.
A két megmaradt érmét pedig a saját játékos táblánk erszény részéhez kell helyezni, szintén képen lefelé. És amikor ezzel mindenki megvan, akkor következik a kocsmák végrehajtása. Most fog kiderülni, hogy a játékosok mely törpéket tudják felfogadni a különböző kocsmákból a saját hadseregükbe. A kocsmák végrehajtása sorrendben történik, tehát először a rögő goblin kocsmát kell végrehajtani, azután a táncoló sárkány következik, és végül a ragyogó paripa kocsmát kell majd végrehajtani. Először tehát a röhögő goblinnal kell kezdeni, és minden játékos fordítsa meg a legfelső érméjét, azt, ami a röhögő goblin cégére van rajta. Majd a játékosok hasonlítsák össze a megfordított érméik értékét, és az a játékos lesz az első aktív játékos, aki a legmagasabb értékű érmét fordította meg. Az aktuális kocsmánál a többi játékos a megfordított érmék szerint csökkenő sorrendben következnek, tehát mindig a legalacsonyabb értékű érmét kijátszó játékos választ utolsónak. Tegyük fel, hogy most ez a játékos fordította meg a legmagasabb értékű érmét, minden játékosnak alacsonyabb értékű érméje van most megfordítva. Tehát most ez a játékos kezd ennél a kocsmánál, és ő választ egyet az itt képpel felfelé lévő kártyák közül, és azt a kártyát a hadseregébe helyezi, azaz a játékos táblája jobb oldalára, mégpedig úgy, hogy ezekhez a sorokhoz illeszkedjen az imént lehelyezett kártya, föntről lefele kell haladni, tehát az első kártya a legfelső sorba kerül. Két fős játékról van szó, a másik játékoson a sor, ő is választ egy kártyát innen, azt a játékos táblája jobb oldalára helyezi, és két fős játék esetén lesz egy kártya, amit senki sem választott, ezt el kell dobni. 3, 4, illetve 5 fős játék esetén pedig minden kártya el fog fogyni, tehát aki utoljára kerül sorra, az már csak azt a kártyát veheti el, ami a kocsmánál maradt. Miután mindenki végzett a saját körével, elképzelhető, hogy drága köveket kell majd cserélni, hamarosan erre mutatok példát, de ezt követően a következő kocsma kiértékelésére kerül sor, tehát most minden játékos a következő érményét fordítja meg, és ezt kell majd figyelembe venni. Ennél a kocsmánál pedig tegyük fel, hogy a másik játékos is egy ugyanolyan értékű érmét választott, így döntetlen áll fenn az érmék értékének tekintetében. Döntetlennél kell figyelembe venni, hogy kinél milyen értékű drága kő van. Ennél a játékosnál 4-es értékű van, a másik játékosnál 5-ös értékű. A licitálást pedig a magasabb értékű drága kővel rendelkező játékos nyeri meg. Így most a másik játékos választ először. És ezt a drága kő jelölő cserét használtuk emlékeztetőképpen, hogy ne felejtsük majd a kocsma kiértékelése után a döntetlenben érintett játékosok drága köveit kicserélni. Tehát most a másik játékos választ először, hiszen bár 3-as értékű érmét játszott ki ő is, de a drága köve magasabb értékű. Ő elviszi ezt a kártyát, a hadseregébe helyezi. Ez a játékos következik, elviszi ezt a kártyát, és amíg különböző színű kártyákat gyűjt, azok egymás mellé kerülnek, tehát ez a kártya ugyanúgy az első sorban helyezkedik el, és minden különböző szín, azaz minden különböző kaszt, külön oszlopot foglal majd el. Két fős játék esetén a harmadik kártya kikerül a játékból, és mielőtt még tovább mennénk a következő kocsmára, a döntetlenben érintett játékosok kicserélik a drága köveiket, így az a játékos, aki most elveszítette a döntetlent, legközelebb jobb helyzetből indul. Ha 3 elvalant között alakulnak ki döntetlen, akkor csak a szélső értéket cserélnek gazdát, tehát a jelenlegi helyzetben a 4-es nem cserélne gazdát, de a 3-as, 5-ös gazdát cserélne, egymás között kicserélnék a játékosok azokat. Ha 4 játékos között alakulnak ki döntetlen, akkor a szélső értékek cserélnek gazdát, tehát ebben a példában a 2-es meg az 5-ös cserélne gazdát, illetve a 3-as meg a 4-es, tehát a két középső érték cserél gazdát. Ha pedig 5 játékos között is döntetlen alakulnak ki, akkor a két szélső érték gazdát cserél, tehát az 1-es az 5-össel. A középső nem cserél gazdát, tehát a 3-as maradott, ahol van, és a 2-es, illetve a 4-es is gazdát cserél egymással. Az utolsó kocsma következik, mindenki felfedi a harmadik kocsmára helyezett érméjét. Tegyük fel, hogy a másik játékos 4-est játszott ki, így ő elviszi mondjuk ezt a kártyát, ez a játékos pedig elviszi ezt a kártyát, és mivel még mindig olyan kártyát vitt el, amilyen kasztból még nem rendelkezik a cseregében, az első sorba helyezi azt úgy, hogy egy új oszlopot kezdjen a kaszt számára. A nulla értékű érmének van egy különleges tulajdonsága is, tehát amellett, hogy sajnos jó eséllyel
utolsónak választhatunk, van előnye is. Ez pedig az érmekereskedés. Ha ilyen ikonos érmét játszunk ki, akkor fordítsuk meg az erszényünkben lévő két érmét, adjuk össze annak a két érmének az értékét, ez most 6. A magasabb értékű érmét el kell dobni, tehát a 4-est most játékon kívülre kell helyezni, és a királyi kincstárból el kell venni egy olyan értékű érmét, ami megegyezik az imént összeadott két szám összegével, tehát a királyi kincstárból egy 6-os értékű érmét kell ide helyezni, majd az erszényben lévő érméket le kell fordítani. Fontos, hogy az ilyen érmekereskedésnél azokat az érméket kell játékon kívülre helyezni, amit az előkészületek során kaptunk, tehát az ilyen alapérméket. Ha pedig királyi érmét kell visszaadnunk, például ha ebben a helyzetben hajtana végre a játékos egy ilyen érmekereskedést, akkor egy 8 értékű érmét kap a királyi kincstárból, de mivel a nagyobb értékű érméje nem alapérme, hanem királyi érme, az a királyi kincstárba kerül vissza, onnan pedig a 8-as érme kerül ide az erszényhez. Ha olyan helyzet állna fenn, hogy olyan értékű érmében nincs a királyi kincstárban, amilyet el kellene vennünk, tehát most például 6-ost kellene elvennünk, a királyi kincstárban pedig nincs jelenleg 6-os érme, akkor a következő értékből vehetünk el egy érmét, tehát ebben a helyzetben egy 7-es értékű érmét vehetünk el. Ha pedig abból sincs, akkor a következő elérhető értékű érméből kell egyet elvenni. Így tehát ilyen helyzetben lehet nyerni egy-két értéket. Az érmék pedig a játék folyamán azért fontosak, mert a nagyobb értékű érmékkel könnyebb lesz liciteket nyerni. Emellett pedig a játék végén minden érme az értékével megegyező mennyiségű győzelmi pontot ér. Királyi kincstárban a 25-ös értékű érme a legnagyobb, és abban a ritka esetben, ha már egyetlen magasabb értékű érme sem érhető el, akkor a királyi kincstárból azt az érmét kell elvennünk, ami az értékhez legközelebb esik, de alacsonyabb értékű, és még elérhető a királyi kincstárban. Kétfős játékban az utolsó megmaradt kártyát el kell dobni, és új forduló kezdődik. Először is minden játékos szedje össze az érméit. Fordítsunk meg a pakliból minden kocsmához a játékosok számával megegyező mennyiségű kártyát. Egyetlen egy kivétel a kétfős játék, itt 3 kártyát kell megfordítani. A törpék belépése után következik a licitálás, mindenki szétosztja az érméit a 3 kocsma, illetve a 2 erszény hely között. Miután ezzel mindenki végzett, kezdődhet a kocsmák végrehajtása. Mindenki megfordítja az első érméjét, a másik játékos mondjuk elviszi ezt a kártyát, ez a játékos pedig úgy dönt, hogy ezt a kártyát viszi el. Ha pedig ugyanabból a kasztból már több kártyánk is van, akkor egymás alá kell helyezni ezeket a kártyákat, mégpedig úgy, hogy gyakorlatilag egy új sort kezdjen ez a kártya, ez az utolsó kártya pedig kikerül a játékból kétfős játék esetén. Mivel az játékos nulla értékű érmét fordított meg ezzel a különleges szimbólummal, végrehajtja az érmekereskedést, megszabadul a 3-as értékű alapérméjétől, és helyette kap egy 5-ös értékű királyi érmét. Ezt a két érmét vissza kell fordítani. Következő kocsmán a sor. Itt most 7-essel ő nyeri meg a licitálást, így ő választ elsőnek. Ezt a kártyát fogja választani, és ezt egy új oszlopba helyezi be. A másik játékos ezt a kártyát viszi el, ezt pedig el kell dobni. Az utolsó kocsmánál ismét ez a játékos nyeri meg a licitálást, és elviszi ezt a kártyát, amivel teljessé válik egy sora. Ez a nyíl gyakorlatilag a kártyának a rangja. A színek pedig a különböző kasztokat jelölik. A piros kártyák a harcosok, a kékek a felfedezők, a zöldek a vadászok, a lilák a kovácsok, a narancsárgák pedig a bányászok. Amikor egy hadseregben egy új törpekártya behelyezésével egy rangon belül, vagy ha úgy tetszik egy soron belül, minden kasztból van kártya, akkor az a teljes sor megtelik, tehát ezek a kártyák mellé már nem kerülhet új kártya, és ilyenkor azonnal választani kell egy hőst. Ezek a toborozható hősök, tehát ilyenkor, amikor egy rang sor teljesen megtelik, akkor szabadon választhatunk egyet a még elérhető hősök közül, és azt azonnal el kell vennünk. Ha olyan hőst veszünk el, aminek van valamilyen kaszt jelölése, akkor azt a játékos táblánk jobb oldalára a hadseregünkbe kell behelyezni. Ha pedig semleges hőst veszünk el, ez a szimbólum jelzi a semleges hősöket, azokat alapvetően a játékos táblánk bal oldalára kell helyezni, ide
a megegyező szimbólum mellé. Ezeknek a hősöknek speciálisabb hatása van. A hősökről később ejtek majd szót, most tegyük fel, az a játékos olyan hőst választ, amit rögtön behelyezhet a hadseregébe. Tehát az adott oszlopba kell behelyezni, és a kaszthoz tartozó rangokat növeli ez a kártya. A másik játékos ebből a két kártyából kiválasztja az egyiket, a másikat pedig el kell dobni. Ezután új forduló kezdődik, tehát újabb kártyákat kell a kocsmákhoz megfordítani, a játékosok licitálnak, kártyákat visznek el, és a törpe kártyák mellett van egy másik kártyatípus is ezekben a paklikban, ez pedig a királyi felajánlás. Ha egy játékos a kocsmánál ilyen kártyát visz el, akkor ki kell választania bármelyik érméjét, míg az is lehet, hogy képen lefelé szerepelnek bizonyos érmék, és annak az érmének az értékéhez hozzá kell adnia az itt látható számot, és el kell cserélnie azt az érmét. Például, ha ez a játékos úgy dönt, hogy ez az érméhez ad 3-at, akkor ezt az érméjét visszahelyezi a királyi kincstárba, és helyette egy 10-est vesz el, ezt pedig a játékos táblájára helyezi ugyanarra a helyre. Így tehát a következő kocsmánál már az új értéket fogja figyelembe venni. Ha például ezt az érmét választotta volna, akkor ezt játékon kívül kell helyeznie, és egy 8-as értékű érmét a kincstárból a játékos táblájára, erre a mezőre kell visszahelyeznie, de akár az erszényből is választható valamelyik érme. Fontos azonban, hogy nulla értékű érme sohasem váltható át, továbbá az aktuálisan végrehajtott kocsmát már nem befolyásolja a csere, tehát például, ha ennek az érmének a felfordításával tudunk ilyet vinni, akkor ugyan lecserélhetjük 13-asra ezt az érmét, de ettől függetlenül a 10-es érme alapján került kiértékelésre az adott kocsma. Tegyük fel, az a játékos befejezi a második sort is, tehát a rangjelölések közül mindenhol legalább 2 van. Így az a játékos újabb hőskártyát választhat, és van olyan kártya is, aminek valamilyen kijátszási feltétele van. Például őt csak akkor lehet kijátszani, hogyha a felfedezők oszlopában már van legalább 5 kártyánk, tehát őt nem lehet választani most. De mondjuk Idun választható, míg Aralnak annyi volt a képessége, hogy 2 ranggal bír. Idun ugyan 1 ranggal bír, de majd a játék végén minden ebben az oszlopban lévő kártya értékéhez hozzáad 2-t. Az első kornak akkor van vége, amikor az első kor paklia teljesen kiürült, és az adott fordulóban minden kocsmát kiértékeltünk, és ilyenkor az első kor végén egy csapat értékelése kerül sor. Ekkor lesz szükség a kaszt kártyákra, és minden egyes kaszt esetében meg kell vizsgálni, hogy melyik játékos bír a legtöbb ranggal. A kasztkártyák kiértékelési sorrendje is fontos, ezért most átrendeztem, hogy a megfelelő sorrendben legyenek a kártyák. A király segítőjét az kapja meg, aki a harcosokból a legtöbb ranggal rendelkezik, a jutalom pedig az, hogy az egyik érméhez hozzáadhatunk 5-öt, és azonnal elcserélhetjük a királyi kincstárból egy másik érmére. A kaszkártyák pedig mindig a parancszónába kerülnek, a játékos tábla bal oldalára. A vadászmester megnyeréséhez a vadászokból kell a legtöbb ranggal rendelkeznünk, és ilyenkor a nulla értékű érménket elcseréljük erre a különleges 3-as értékű érmére, aminek ugyanaz a képessége megmarad, tehát a felfedésekor az érmekereskedést ugyanúgy végre tudjuk hajtani, mint a nulla értékű érme esetében, de egy kicsit értékesebb, ami mind a licitálások, mind pedig a játék végén jól jön. A korona ékszerész megnyeréséhez a bányászok tekintetében kell többséggel rendelkezni, ilyenkor megkapja az ezt elvívő játékos ezt a különleges drágakövet, aminek 6-os az értéke, így minden döntetlent megnyer, sőt, nem is lehet elcserélni, tehát mindenféleképpen ennél a játékosnál marad a játék végéig, és még további 3 pontot is ér a játék végén. A királyi fegyverkovács elviteléhez a kovácsok tekintetében kell a legtöbb ranggal rendelkeznünk, jutalmul pedig ezt a 2 ranggal bíró kovácsot helyezhetjük be a hadseregünkbe, és ha ilyenkor sikerül egy teljes sort kialakítani, akkor hőskártyát is toborozhatunk. A király utásza megnyeréséhez a felfedezők terén kell a legtöbb ranggal rendelkeznünk. Ilyenkor a második korpakliból ez a játékos felhúz 2 kártyát, az egyiket megtartja, a másikat pedig vissza kell keverni a második korpakliába, és például ennek a játékosnak megtelt a 3. rang sora is, így azonnal toboroz egy hőst, mondjuk Krált választja. Fontos, hogy a kasztkártyák kiértékelése során
Amennyiben valamelyik kaszt esetében egyenlőség állna fenn az első helyet illetően a rangok tekintetében, akkor a drágakövek nem döntik el ezeket a helyzeteket, és döntetlen esetén egy játékos sem kaphatja meg az adott kasztkártyát. Ha ezt a legutóbbi király utászak kártyát senki sem szerzi meg, tehát a második korból nem jut senki sem kártyához, akkor a második kor pakjának a felső kártyát el kell dobni, és kezdődik is a második kor, teljesen ugyanúgy zajlik, mint az első kor, tehát ebből a pakliból kell most majd kártyákat felfordítani a kocsmák mellé. A hadsereg egyre bővül, az érmék egyre értékesebbek lesznek, egyre több hős csatlakozik a hadseregünkben, és amikor a második korpakli is elfogy, és az utolsó kocsma is kiértékelésre kerül, akkor kerül sor a játék végi pontozásra, és tegyük fel, valami ilyesmi helyzet alakul ki ennél a játékosnál a második kor végére. A pontozáshoz használhatjuk a dobozban található pontozótömböt, de van egy remek ingyenes applikáció is, és mivel itt több száz pont összeszámolásáról lehet szó, ez igazán hasznos tud lenni. Ki lehet választani, hány fős játékról van szó, beleténi a játékosok nevét, és be lehet szépen jelölni, hogy miből mennyit vittünk el. A harcosok pontozása következőképpen történik. Gyakorlatilag, ha összeszedjük a harcosok értékét, azt megkapjuk győzelmi pontként, emellett pedig az a játékos, akinek a legtöbb rangja van a harcosok tekintetében, a legmagasabb értékű érméjét megkapja még plusz pontként, a kártyákon ilyen emlékezhető is látható, tehát minden érték összeadva, meg még a legnagyobb értékű érme, ha nálunk van a legtöbb harcos rang. Tegyük fel, ennél játékosnál ez a helyzet, tehát van egy 5-ös értékű harcosa, egy 7-es értékű harcosa, egy 6-os értékű harcosa, egy král nevezetű hőse, és még egy 6-os értékű harcosa. Nézzük meg a vadászokat. A vadászok annyi pontot érnek, amennyi a rangok számának a négyzete. Ez itt most 1, 2, 3, 4, 5 x 5, azaz 25 pont. A játékos táblán van is egy segédlet ehhez, tehát hogyha ebben a sorban van az utolsó vadász, akkor az 25 pontot ér, de itt természetesen be lehet jelölgetni, hogy van nekünk 1, 2, 3 olyan vadászunk, ami egy ranggal bír, illetve itt van Aral. Nézzük a bányászokat. A bányászok pontszáma megegyezik a rangok számának és a rangban szereplő értékek szorzatával. Tehát ez itt most 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rang, az összérték pedig 1, meg 1 az 2, meg 2 az 4, meg 2 az 6, meg 3 az 9, meg 1 az 10. Tehát 8x10 80 pontot ér. De itt is be lehet jelölgetni, hogy van nekünk 2 darab 1-es értékű bányászunk, van 2 darab 2-es értékű bányászunk, van egy Logdur, és van egy Zorál, mehetünk is tovább a kovácsokra. A kovácsok pontszáma pedig úgy alakul, hogy mindig az előzőhöz képest egyel többel növekszik, azaz az első 3 pontot ér, a következő meg 4-et, a következő meg 5-öt, meg 6-ot, meg 7-et, és így tovább. Itt is van egy segédlet, tehát hogyha látjuk, hogy melyik sorban van az utolsó bányászunk, akkor meg tudjuk állapítani a pontszámát könnyen, de természetesen itt is fel tudjuk vezetni. Van 1-2-3 olyan bányászunk, ami egy ranggal bír, és van egy dupla rangú bányászunk. Jöhetnek a felfedezők pedig annyi pontot érnek, amennyi a rajtuk szereplő érték. Ez például itt Idun módosítja, minden értékhez plusz 2-t ad. Ez itt 13, meg 11, meg 9, meg 12, meg 8, meg 13 pontot ér majd. De természetesen be is jelölgethetjük, hogy van itt 2 darab 11-esünk, van 1 darab 9-esünk, egy 6-osunk, meg egy 10-esünk, és Idun nálunk van, őt is bejelöljük. Ha vittünk semleges hőst, akkor ezt itt kell bejelölni, emellett pedig meg kell adnunk, hogy milyen értékű érmékkel rendelkezünk. Ahogy említettem, minden érme annyi győzelmi pontot ér a játék végén, amennyi a rajta látható érték. Tehát itt van egy 2-es, ez a különleges 3-as, egy 10-es, egy 19-es, illetve egy 20-as. Plusz 3 győzelmi pontot ér, ez a különleges drágakő, és ha a többi játékot is megadjuk, akkor az összesítés valahogy így néz ki.
Természetesen a legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos a győztes. Vannak tehát olyan hősök, amelyek egyszerűen csak növelik a rangok mennyiségét, illetve azok értékét. Dagda és Bonfur esetében megjelenik egy ilyen tűz szimbólum. Amikor őket rakjuk be a hadseregünkbe, akkor egy, illetve két kártyát el kell dobnunk a hadseregünkben, tehát vagy egy másik, vagy két másik kaszt, utolsó törpekártyáról van szó. Ennek a kártyának a kijátszásához legalább 5 ranggal kell már rendelkezni a felfedezők oszlopában, a játék végén pedig 20 pontot ér. Ez a kártya pedig minden felfedezőnek az értékét 2-vel növeli, a sajátját is beleértve. Ők itt a dverg testvérek. Minél többen vannak egy hadseregben, annál erősebbek. A pontozás megtalálható minden kártya bal részén. Ha egy dverg testvérünk van, bármelyik az, ő 13 pontot ér. Ha ketten vannak, akkor 40 pontot érnek. Ha hárman vannak, 81 pontot érnek, és így tovább. Ska egyszerűen csak 17 pontot ér. Astrid annyi pontot ér, amennyi a legmagasabb értékű érménk. Tehát ő akár 25 pontot is érhet. Grit pedig bár csak 7 pontot ér, de amikor elvisszük, akkor végrehajtunk egy érmecserét, és az eldobott érme helyett 7-tel nagyobb érmét vehetünk el. Ulin, Ilud és Trud képességei a legösszetettebbek, így ezeket érdemes is kiadni az első egy-két játszma során. Ulin 9 pontot ér a játék végén, és onnantól kezdve, hogy nálunk van, az érményünket nem kell kijátszanunk a licitálás során, mint a többi játékosnak, hanem a kezünkbe veszük az érményünket, és onnan játszunk majd ki azokat, amikor már minden játékos felfedte a saját érmeit. Tehát tulajdonképpen tudunk mindig reagálni a többiek érmeválasztásaira, így sokkal nagyobb rugalmasságot biztosít a játék során. Ilud először a parancszónába kerül, tehát a játékos tábla bal oldalára, és az első kor végén a csapat kiértékelések előtt helyezzük be őt a hadseregünkben, és bármelyik oszlopba berakható, mint látható is, rendelkezik mind az 5 színnel, és Ilud a hadseregben is marad a második kor végéig. Ha a második korban toboroznánk Iludot, tehát még az első korban nincs nálunk, akkor is először a parancszónába kell helyezni őt, és a második kor végén, mindegy, hogy hol van Ilud, vagy a hadseregünkben, vagy a parancszónánkban, egy tetszőleges oszlopba helyezhetjük őt, vagy helyezhetjük át őt. Trud, bár semleges hős, nem a parancszónánkba kerül, hanem rögtön a hadseregünkben, és hogy az ikon mutatja, őt tilos letakarni, tehát ha egy törpe vagy hőskártya Trudra kerülne, akkor Trudot vissza kell venni a kezünkbe, le kell helyezni ezt a törpe vagy hőskártyát, amit Trudot takarta volna le, majd Trud egy tetszőleges oszlopba bekerülhet, tehát nem kötelező, hogy abba kerüljön vissza, ahonnan visszavettük a kezünkbe. Az első korban ott kell figyelembe venni Trudot, ahol szerepel. Az első kor végén a kaszt kiértékeléseknél olyan kasznak számít, amelyik oszlopban szerepel. A második kor végén azonban át kell helyezni Trudot a parancszónánkba, így egy kasztán sem vehető figyelembe, de a játék végén 13 pontot ér. Ezek a kártyák tehát jóval nagyobb rugalmasságot biztosítanak, de ideális kihasználásukhoz nagyobb rutinra van szükség. Még utolsó fontos szabályt szeretnék megemlíteni, mivel bizonyos sorokból eltűnhetnek kártyák, illetve átkerülhetnek máshova, figyelnünk kell arra, hogy mindig csak akkor választhatunk hőskártyát, ha egy újabb sort teszünk teljessé, tehát ha egy már teljesített sorért elvettünk egy hőst, és abból a sorból kikerül egy kártya, például Bonfur vagy Dagda miatt, majd visszakerül ebbe a sorba egy kártya, akkor igaz, hogy teljessé vált az a sor, de azért a sorért már korábban választottunk hőskártyát, így ahhoz, hogy újabb hőst választhassunk, egy újabb sort kell teljessé tennünk. Végrehozom a szabálykönyvet. Ugyanis amellett, hogy minden szabályt ismertet, és a kártyák különleges képességeit is részletezi, jelzi, hogy milyen kártyából mennyi várható a játék során, és Nidavellir minden említése méltó szereplőjéről is tartalmaz egy rövid kis történetet. A szabálykönyv végén egy szójegyzék található, a szabálykönyv hátulja pedig gyakorlatilag segédletként funkcionál. A Nidavellir egy viszonylag egyszerű szabályrendszerű társasjáték, amihez azért nem árt egy kis rutin. Bár az alapszabályok tényleg nem túl bonyolultak, de igazán jól játszani és sok pontot szerezni nem is annyira könnyű. Figyelnünk kell a többiekre,
a kínálat alakulására, a megfelelő törpe és hőskártyák tobozására. Emellett pedig az érményekre is igen nagy figyelmet kell fordítani, hiszen azok nem csak a játék folyamán határozzák meg a lehetőségeinket, hanem a játék végén is sok pontot érhetnek. Mivel a játék egészen egyedi módon kezeli a licitálást, talán még azonnak is érdemes próbát tenni a Nidavellirrel, akik amúgy nem rajonganak a licitálásért.